Olaszország két migránstábort hoz létre Albániában, ahol évente 36 ezer bevándorlót látnának majd el. Olasz fennhatóság alatt állna mindkét tábor, ahol arról is döntenének, ki juthat be törvényesen Olaszországba, és ki nem. Rómában közben Olaszország-Afrika csúcsot tartottak, amin szintén kulcsfontosságú téma volt az illegális migráció. Minden korábbi rekord megdőlt tavaly szeptemberben Lampedusán, olyan sok illegális bevándorló érkezett. Volt, hogy egyetlen nap alatt 5000-nél is több migráns érkezett az olasz szigetre, amely a legközelebb fekszik Afrika partjaihoz. Lampedusa kikötőjében közlekedési dugó alakult ki, annyi csónak zsúfolódott össze. A szigeten már több volt a migráns, mint a helyi lakos. Egész Olaszországban tavaly több mint 155 ezer migráns érkezett, lényegesen több, mint 2022-ben. Az áldatlan állapotok már a sokat tapasztalt helyi vezetést is próbára tették. A kormány ezért a védelmi tárca segítségét kérte és azt sürgette, hajóblokáddal fékezzék meg az érkezőket, vagy minél gyorsabban szállítsák el a tömeget Olaszország más részeibe. A római kormány azóta Szicíliába és az Olaszország különböző részein kialakított befogadó központokba szállítja át a migránsokat, de lényegében minden hely megtelt. Olaszország novemberben jelentette be, hogy kormányközi megállapodást kötött a tiranai kormánnyal albániai ellátóközpontok létesítéséről. Az a cél, hogy Olaszországot tehermentesítsék az adminisztrációs feladatok alól. Az egyezmény értelmében az olaszok két migráns tábort tartanának fenn Albániában, ahol évente 36 ezer bevándorlót látnának el. A két albániai tábor olasz fennhatóság alatt állna, és olasz személyzet üzemeltetné. Az olasz alsóház a múlt héten, az albán alkotmánybíróság pedig hétfőn hagyta jóvá a migránstáborok létesítésére vonatkozó megállapodást. Európa jövője Afrikától függ. Erről az olasz kormányfő beszélt Rómában, ahol Olaszország-Afrika találkozót tartottak. Giorgia Meloni úgy fogalmazott, az illegális bevándorlók megállítása csak Afrika támogatásával lehet sikeres, és akkor, ha a migránsok úgy döntenek, hogy inkább a hazájukban maradnak. Meg kell semmisíteni az emberkereskedők által terjesztett hazugságokat. Elefántcsontparttal, Gambiával, Mauritániával és Szenegállal olyan közös programokat dolgoztunk ki, amelyek segítségével az emberek legálisan jöhetnek Európába, például tanulni, hogy ezeket a tapasztalatokat később hazavigyék. A migrációt ne az emberkereskedők irányítsák, hanem a törvények, fogalmazott az olasz miniszterelnök. Közölte azt is, Róma mostantól 5 területen nyújt jelentős támogatást az afrikai államoknak. Ezek célja az oktatás, az egészségügy, az agrár és élelmiszerágazat, a víz és az energiaszektor fellendítése. Ehhez Olaszország első lépésben 5,5 milliárd eurót bocsát az afrikai országok rendelkezésére.